Sokan Mahatma Gandhinak tulajdonítják azt a mondást, miszerint egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége tükröződik abban, ahogy az állatokkal bánik. Az, hogy ezt valóban ő mondta el, vagy az utókor tette hozzá, számunkra nem fontos, hiszen az üzenet időtállósága az, amivel valóban foglalkoznunk kell. Arról pedig, hogy ez az egész mit is jelent, vendégemmel Kálla Iritával, a Rex Kutya Otthon Alapítvány ügyvezetőjével fogok beszélgetni. Szia Rita! Szia. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Ugye maga ez a kifejezés, maga ez az egész mondat azért nagyon összetett, nagyon komplex, hiszen nem csak az állatokra lehet ezt a segítségnyújtást és felelősségnyújtást ráhúzni, hanem minden olyan csoportra, akinek szüksége van rá. Mégis mi ugye elsősorban az állatokkal foglalkozunk, és az állatok kapcsán a felelősség fogalmával. Ha egy picit erről beszélnél, hogy mit is jelent ez nálatok vagy nálunk, illetve az állatokkal való kapcsolattartás tekintetében, az nagyon-nagyon jó lenne. Köszönöm a lehetőséget. Teljesen egyetértek egyébként azzal, amit az előbb elmondtál. Tehát én azt gondolom, hogy a rászorulókon, ha van lehetőségünk, akkor segíteni kell. Nyilván az állat az azért egy kicsit speciálisabb, hiszen ő nem tudja elmondani azt, hogy neki mi fáj, hogy neki milyen problémája van. Ő nem tudja igazából megvédeni magát, hogyha olyan szituációba kerül. Elesettebbek nyilván ugyanúgy, mint ahogy például a kisgyermekek. Nálunk a felelős állattartás, illetve ennek az oktatása elég komoly szerepet játszik az alapítvány életében. Ugye nyilván a prevenció lenne a legjobb, hogy megelőzzük ezeket a problémákat, állatkínzás, nem megfelelő tartási körülmények. Ezért aztán nagy hangsúlyt fektetünk már a kisgyermekek oktatására is. Fontos azért azt tudni, hogy lehet úgy is kínozni egy állatot, hogy ez nem szándékos, hanem egy nem megfelelő tartással, az igényének nem megfelelő kielégítésével is tudunk már olyan szituációt, vagy olyan helyzetet teremteni, ami az állat számára szenvedést okoz. Hogyan tudunk segíteni esetleg azokon az állatokon, akiken kell? Mert ugye nagyon sokszor mondjuk szemtanúja egy-egy ember egy ilyen cselekménynek, vagy csak hall róla, vagy csak látja, de nem nagyon mer szólni, mert nyilván meg van ijedve, nem is tudja, hova kell fordulni. Hova tud egyáltalán, vagy mit tud tenni, hogy mégis azért ezt a felelősséget egy kicsit gyakorolja? Igen, ez egy nehéz kérdés. Nagyon sokszor belefutunk ugye abba, hogy nyilván először is, ha valaki valamit tapasztal, akkor kérdés az, hogy mi minősül nem megfelelő tartásnak, mi minősül állatkínzásnak. Már eleve ezt is, nyilván van, ami egyértelműen az, de van, ami nem biztos. Lehet, hogy ő nem úgy ítéli meg. Tehát már ebbe is kell egy segítségnyújtás igazából, hogy mi az, amit ma a nem megfelelő tartásnak nevezünk. A másik, amiben bele szoktak nyilván futni, hogy szomszédom, ismerősöm, nem szeretném, hogy tudja, hogy én jeleztem ezt, ne legyen ebből nekem problémám. Ezért aztán sokszor megreked az ügy egy olyan szinten, hogy jelzem egy civil szervezetnek, és aztán valaki csináljon valamit. Tehát, hogy nem egyszerű ez a probléma. Mindenképpen én azt gondolom, hogy el nem lehet menni egy olyan szituáció mellett, ahol segítséget kell nyújtani. Az, hogy ő már tanácsot kér, egy civil szervezet az egy nagyon jó dolog, hiszen ha esetleg ő nem tudja, hova kell fordulni, vagy egyáltalán amit lát az-e, akkor kaphat tanácsot és segítséget. De fontos, hogy a civil szervezetek civilek, tehát nem jogkörrel nem rendelkeznek, nem hatóság, így aztán konkrét ügyintézés nem tud az ügyben végezni, tanácsot tud adni, segítséget valamilyen formában tud nyújtani, de mindenképpen kell a hatósági beavatkozás olyan esetben, amikor tényleg állatkínzás merül föl, helyi önkormányzati edzőjének bejelentést tenni, rendőrségnek bejelentést tenni, tehát mindenképpen tudni kell, hogy ez a hivatalos út. Tehát a felelősségvállalás az nem csak azokra vonatkozik, akiknek van állata, hanem akiknek nincsen. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex fogalom. Igazából a médiában szerencsére azért már elég sokszor lehet hallani a felelős állattartásnak a kifejezéséről, hogy felhívják rá a figyelmet. Nagyon röviden egy-két pontban még erről tudunk egy picit beszélni, hogy mégis mit jelent, hogyan leszünk azok, hiszen már maga a kiválasztásnál, a fajta kiválasztásnál van egyfajta felelősségünk. Hát igen, azt gondolom, hogy itt kezdődik minden, tehát nem mindenkinek kell állatot tartani, akkor sem, hogyha szereti nyilván, akkor sem feltétlenül muszáj. Ez egy nehéz kérdés, hogyha én szeretnék tartani állatot, akkor nyilvánvalóan ott van az a késztetés, de hát a legfontosabb pont ez, hogy még mielőtt bármilyen állata megosztom az életemet, felelősen kell döntést hoznom arról, hogy megfelelően el tudom én azt az állatot látni, az igényeit ki tudom elégíteni. Abban az esetben, hogyha nem, bár én azt gondolom, hogy
ezért találhatunk mi olyan állatfajt, akivel meg tudjuk osztani az életünket. Nyilván ugye rengeteg lehetőség van, tarthatunk halat, rágcsálót, madarat, hogyha esetleg kevesebb időnk van rá, mondjuk, mint egy kutyára, de itt kezdődik, hogy tudjam felelősen eldönteni azt, hogy én biztosítani tudom-e az adott állat számára azt, amire neki szüksége van. És hogyha ez a döntési folyamat megszületett, vagy ezt mérlegeltük, akkor utána természetesen még számos más dolgot kell figyelembe vennem, azt, hogy mennyi időm van rá, azt az időt rá kell szállni, milyen igényei vannak, ki tudom elégíteni, anyagi vonzat, hát ez nem elhanyagolható ma már, hogy azért egy állattartás pénzbe kerül, és hogy nem egy-két hétre, hónapra szól, nyilván attól is függ, hogy milyen állatot választunk, hanem ez azért hosszú távra meg fogja alapozni. Ez egy más életforma, én azt gondolom, hogy állattartókká vagy kutyatartókká válunk. Igen, és sajnos ugye ez a nyár bővelkedett most állatkínzás esetekben, legalábbis amit tudunk, mert hát ugye nagyon sok mindenről nem tudunk, és nem kerül napvilágra. És főleg ezeknek az eseteknek talán a különös kegyetlensége volt az, ami kiverte a biztosítékot sok embernél. Ez biztos egy nagyon fura kérdés, és egy nagyon összetett dolog, de hogyan juthat el valaki egy ilyen szintre? Nyilván ugye, ami miatt mi is itt vagyunk, ez egy komplex téma, tehát pszichológiai, pedagógiai, családon belül nevelés témaköre is hozzátartozik, de mégis hogyan történhet ez meg egy ennyire mély szinten? Én azt gondolom, bár nem vagyok szakember, de én biztos vagyok abban, hogy azért aki ilyen fokon tud bántalmazni egy állatot, ott azért vannak problémák, és nem véletlenül mondják sokan azt, hogy akkor képes esetleg embertársai ellen is vagy fordulni. És ebben biztos, hogy van komoly tudományos tapasztalat. Illetve azt is mindenképpen figyelembe kell venni, hogy az állattartási kultúra, most beszéltünk csak Magyarországról, de azért a világon is, nyilván más volt még 10-15-20 évvel ezelőtt. Tehát egy nagyon friss eset például, amikor ugye valaki elás cicákat, aki egyébként élve eltemett cicákat, aki egyébként maga is állattartó, saját állata van, és azt nyilatkozza, és mi magunk is hallottuk egyébként gyerekektől a táborban, akik hozzánk eljönnek, hogy hát régen vidéken ugye a nagyszülők még úgy szabadultak meg a nem kívánt szaporulattól, hogy a kis cicákat ilyen-olyan úton, módon, tehát szabadultak meg tőlük, most nyilván nem sorolok föl itt ilyen hátborzongató példákat, de hogy ez egy általános elfogadott dolog volt, és hát nyilvánvalóan azért eljutottunk, hál' Istennek, oda, hogy ez ma már nem egy elfogadható dolog, de még nem, még ez azért nem mindenhol vált ilyen széles körűen társadalmilag is elfogadott, tehát hogy ez nem egy megfelelő megoldás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindamellett, hogy ez egy szörnyű dolog, és én azt gondolom, hogy nem egészséges pszichével ezt nem teszi meg az ember. Ott a másik, hogy milyen társadalmi normákba születtünk bele, vagy születtek bele mondjuk 40-50 évvel ezelőtt az emberek, és most. Mi az általánosan elfogadott norma. Ezért is megint egy teljesen komplex dolog az, amit már ugye többször mondtunk, hiszen ez tényleg egy nagyon összetett és nagyon nehéz feladat megállapítani azt, hogy ki miért teszi ezeket a dolgokat, és főleg most a nyári eseteknél ugye nagyon sokan az idősebb korosztályból, ahogy a média is azt a nagymama kinézetű hölgyek voltak nagyon sokszor az elkövetők, és tényleg nem érti, hogy mi mondjuk a probléma. Tehát itt egy teljesen más kultúra volt tulajdonképpen ebben az időben, és a mostani állattartási kultúra azért már elkezdett változni, nyilván ugye ennek idő kell, hogy ez teljesen kiforjon. Hogy működik ez az egész külföldön? Esetleg van-e olyan példa, amit ismersz, ami mondjuk pozitív példa? Ugye nagyon sokszor azt lehet hallani szintén, hogy kint azért mennyivel jobban megoldják ezeket a dolgokat, de hát ott is elég durva problémák vannak, én azt tapasztalom. Hát igen, azért nem minden, akár a környező országokat vesszük alapul, tehát nyilván mindenhol vannak problémák az adott ország kultúrája kapcsán, vagy adottságai kapcsán, mindenhol vannak azért problémák. Vannak olyan országok persze, ahol
ahol már azért jóval előrébb jár ez a dolog, tehát maga a felelős állattartás az tényleg a kultúrának a része. Nincsenek igazából olyan típusú menhelyek, legalábbis nem annyi, mint mondjuk Magyarországon, csak azért, mert rosszul döntöttem, mégsem kell, nem tudok vele mit kezdeni, vagy bármilyen másokban nem kívánt szaporulat, hanem ott már inkább arra azt a célt szolgálja, hogy ha esetleg elvész egy sétáltatás kapcsán a kutya, vagy elszökik, akkor legyen egy átmeneti hely, ahol bekerül, de onnan gyakorlatilag mondjuk 24-48 órán belül hazakerül, és ezt a feladatot látják el mondjuk a civil szervezetek. Tehát mindenhol vannak azért problémák, persze vannak jó példák, akikhez érdemes lenne nyilván nyugati országok fölzárkózni. Tehát nagy lemaradásban vagyunk, de én azt gondolom, hogy elindultunk már, nyilván itt a törvényhozásban is kellenének még változások, hogy ez aztán eljusson odáig, vagy oda arra az optimális, vagy jó szintre, ami azt gondolom, hogy az alsó határ. A menhelyek kapcsán beszéljünk egy picit az örökbefogadásról is. Miért fontos? Mi tudjuk, hogy miért fontos, de azért mégis. Igen, rengeteg gazdára váró állat van. Tehát én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan az ember, hogyha valamiért nem kerül kapcsolatba állatmenhelyel, akkor nem is tudja elképzelni, hogy mennyi állat vár gazdára. És hát magam is, nekem is az első kutyám egy fajta tiszta kutyus volt, és nyilván ahogy ide kerültem és elkezdtem dolgozni, hosszú évek alatt megtapasztaltam ugyanazt, amit mindig mi is tanítunk, hogy egy keverékkutyus ugyanúgy meg tud bármit tanulni, ugyanolyan értékes, ugyanannyi szeretetet ad, akkor is, hogyha kölyökként fogadjuk örökbe, akkor is a felnőttként ugyanúgy hozzánk nő, ugyanúgy a családunk része lesz, és ezzel két életet is megmentek. Mert megmentem azt az állatot, akit örökbefogadok, és azt a másikat, aki a helyére kerülhet. Hiszen a menhelyeken helyhiány miatt nincs altatás, csak akkor tudnak befogadni újabb és újabb rászoruló állatot, hogyha az örökbefogadásokkal férőhelyen szabadul fel. Úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogyha eldöntötte, megvan a döntés, a felelős döntés, hogy ő szeretné egy állattal megosztani az életét, akkor feltétlenül gondolkodjon el az örökbefogadáson. Járjon utána, kérdezzen körbe. Én azt gondolom, hogy bármilyen menhelyen nagyon szívesen vagy alapítványnál segítenek ebben, és legyen ez egy opció, hogy onnan fogad örökbe kutyust. És ugye sokan attól tartanak, hogyha nem piciként kerül hozzájuk, akkor nem fogja annyira szeretni, nem fog annyira kötődni, ugye ez sem igaz, csak ez sincs ugye nagyon igen. Benne a köztudatban, hiszen ugyanúgy tud kötődni mondjuk egy idősebb kutyus is, mint mondjuk egy kölyök kutyus. Abszolút, sőt, azt szoktuk mondani, hogy azokat a problémákat, amiket kölyök kutyával még ugye végig kell járni, hogyha valaki esetleg úgy van vele, hogy nem biztos, hogy erre van ideje, türelme kellő tapasztalata, vagy akár első kutyás, már inkább ajánlunk egy 2-3-4 éves kutyust, akinek már megvan kialakult tulajdonságaival, megvannak a kialakult tulajdonságai, habitusa, a temperamentuma, tehát úgy nagyjából lehet tudni, hogy mit várunk, vagy mit várhatunk tőle. Sokszor könnyebb egy ilyen kutyussal elkezdeni a problémás közös életet. Átugolni. Így van, és az is egy önző emberi tulajdonság, hogy hát igen, de szeretném, hogyha minél tovább lenne velem együtt, egy 4 éves kutya, ki tudja, még meddig él. De ez megint azt gondolom, hogy ez csak a mi szempontunk. Hogyha ezt el tudjuk engedni, és azt tudjuk mondani, hogy az a fontos, hogy az ő életét szépítem meg, abban a 4-5-8-10 évben, ami adatik, akkor már rögtön el tudjuk fogadni azt is, hogy lehet az egy 3-4-5 éves kutyus. Így van. És ti többször is hangoztatjátok ugye az örökbefogadásnak a fontosságát, illetve a felelős állattartásnak a fontosságát. A legutóbbi eseményen, amikor a budapesti kávézókkal fogtatok össze, akkor tulajdonképpen szintén ez volt a cél. Egy picit mesélnél erről, hogy nézett ki, lesz-e még ilyen, milyenek a tapasztalatok? Igen, ez a Hontalan Állatok Világnapja kapcsán volt ez az esemény, ez ugye augusztus 16-án, nem, az rosszul, hogy ünnepeljük, akkor emlékezzünk meg ugye a hontalan állatokról, és ezzel kapcsolatban. Most már évek óta mindig szoktunk valamilyen akciót csinálni erre a napra, hogy minél inkább felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen sokan vannak. Most idén gyakorlatilag az volt a koncepció, hogy néhány kávéházzal összefogva, egész pontosan 5-en vettek ebbe részt. Csinálunk egy ilyen kis kutyás kávézós délutánt. Nálunk az Állatszigeten már többször volt macska kávézó, illetve voltunk külső helyszínen is, most kutyusokkal próbáltuk ezt.
Az 5 helyszínből 3 helyszínen voltak ott kollégák, önkéntesek védenceinkkel, tehát örökbefogadható kutyusokkal. Nyilván ott a helyszínen örökbefogadásra nincs lehetőség, arra van lehetőség, hogy megismerjék a munkánkat, a lakókat, hogy hogyan lehet esetleg örökbefogadni, lehet kérdezni, és egy kicsit így szélesebb körben, még szélesebb körben beszélni erről a témáról. Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy sikeres volt, és biztos vagyok benne, hogy lesz még ilyen. És milyen programok lesznek a későbbiekben nálatok? Idén még mindenképpen ugye nagy fontos rendezvény az Állatok Világnapja. Ez ugye október 4-én ünnepeljük az Állatok Világnapját nálunk. Ez egy pénteki nap, idén és szombaton lesz a rendezvény. Most már idén nem is tudom, talán a 20. alkalommal szervezzük ezt meg, ez mindig egy ingyenes rendezvény, és hát próbálunk minden olyan programot, amivel várjuk az odalátogatókat az állatok köré szervezni. Lesznek gyerekprogramok, ami állatos program, lesznek konkrétan kézzel foghatóan állatos programok is, úgyhogy minden, ami állatos, azt ilyenkor szeretjük felvonultatni. Rengeteg meghívottunk lesz, kiállítónk lesz, akitől az állattartók tanácsokat is kérhetnek, esetleg állatorvosi tanácsok. Tehát próbálunk színes programmal készülni. Illetve még decemberben nyilván a Mikulás nem csak a gyerekekhez, vagy a felnőttekhez jön, mert hát a felnőttek is örülnek, de az állatok is. Úgyhogy mindenképpen szeretnénk majd ezt a programot is megtartani. Hogyha egy kicsit személyesebbre vesszük a dolgot, akkor azt szeretném megkérdezni, hogy te ezt a rengeteg munkát, ezt a hatalmas felelősséget igazából nőként, anyaként hogyan tudod ennyi éve megoldani és összhangba rendezni? Ez egy nagyon bonyolult kérdés, mert az ember érzi azért azt a mindennapokban. Ez nem egy olyan foglalkozás vagy hivatás, amit ugye reggel az ember föl kell, bemegy a munkába, fölvesz, aztán amikor vége a munkaidőnek, akkor letesz és hazamegy. Hanem ez gyakorlatilag a nap 24 óráját felöleli, de mégsem szabad azért, hogy a nap 24 óráját fölölelje, hiszen az embernek családja van, gyermeke van, akinek ugyanúgy szüksége van arra, hogy az édesanyja ott legyen mellette. Ugyanakkor, és persze rengeteg olyan dolog történik, amit azért, vagy tapasztal az ember, amit azért nehéz feldolgozni, de számos ilyen hivatás van, én azt gondolom, csak az orvosokra gondolunk, tehát sok olyan dolog van, amivel azért meg kell tudni birkózni, másképp nem lehet. Tehát, hogy az embernek azért ezt helyén kell tudnia kezelni, másképp nem lehet. De én viccesen azt szoktam mondani, hogy nálunk azért szerencsés a helyzet, mert nálunk nem a gyerek könyörög otthon, hogy hagy hozzon haza állatot, hanem én szoktam azt mondani otthon a lányomnak, hogy figyelj, mit szólnál, hogy most hazahoznánk egy kis sünit, vagy kézzed, behoztak egy kis madarat, és föl kéne nevelni, és akkor mindig nagy örömmel mondja, hogy jó van, anya, hozd haza. Úgyhogy, és én azt gondolom, hogy számára ez nagyon fontos, hogy ilyen környezetben fog felnőni. Nem csak az állatok iránt lesz, azt gondolom, érzékeny, hanem minden más rászoruló iránt is talán érzékenyebb lesz. És az ő segítségével tanulta meg azt is, hogy milyen fontos azért az, hogy a gyerekeknek mi mit közvetítünk, milyen példát mutatunk, és ő ebből aztán nyilván le fogja szűrni azokat a dolgokat, ami fontos lesz majd a felnőtti válásban, és talán ő is tovább tudja ezt vinni, vagy már most a társai felé tudja ezt közvetíteni. Akkor tulajdonképpen te is osztod azt a gondolatot vagy véleményt, hogy szükség van a gyermekeknek a nevelésére ilyen tekintetben is, tehát az állat szeretetnek, és a később pedig ugye a felelős állattartásnak az oktatására, a nevelésére, mert pedagógiailag mindenféleképpen jövőbe mutat az, és pozitív jövőbe, hogyha már elkezdjük mondjuk a gyermekeket oktatni, akár iskolában, vagy óvodáskortól kezdve, arra, hogy milyen is az állattartásnak a kultúrája, és hogyan kell velük bánni. Mindenképpen, és még nagyon fontos, hogy ugye sok olyan szülő van, aki esetleg tart az állattól, vagy nem szeretne otthon állatot tartani ilyen-olyan ok miatt. Ez nyilván nem probléma, hiszen ez is egy felelős döntés, de az, hogy mi ezt hogy közvetítjük a gyermekünk felé, vagy milyen impulzusokat kap az a gyermek, az nagyban hatással lesz majd arra, hogy ő milyen felnőtté válik. Már csak az, hogy egyáltalán hogy viszonyul az állatokhoz, mert nem kell tőlük félni, nem kell negatív érzéseket táplálni egy állat iránt, nem kell mindenkinek állattartónak lenni, de a természetet és a természet összes teremtményét én azt gondolom tisztelni és szeretni kell. Akkor nem kevés a munka, amiben bele kell vágnunk. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.